felpakolva a székek ezelőtt a Nyíregyháza belvárosi vendéglátóhely előtt. Az időjárás egyébként sem kedvezne a kinti étkezésnek, de bent sem tehetik meg ezt most az ebédelni vágyók. Így van ez már több hónapja, az egységek csak kiszállítással és elvitelre szolgálhatják ki vendégeiket. Mivel a korlátozás miatt jelentősen csökkent a bevételük, a járvány első és második hulláma idején a nyíregyházi polgármester döntése értelmében 75% vagy 50%-os kedvezményt biztosítottak azoknak a kereskedelmi vagy szolgáltató jellegű vállalkozásoknak, amelyek önkormányzati tulajdonú helyiségben működnek. A lehetőséggel mintegy 40-en éltek a megye székhelyen. Ezúttal még többen, összesen 25 tevékenységi körben foglalkozók kapnak könnyítést egy friss kormányrendeletnek köszönhetően. Elsősorban a vendéglátás, a turisztikai vállalkozások, a szállást, helyszolgáltatások, sportcélú és előadó művészethez kapcsolódó szolgáltatások kapnak bérleti díjmentességet egészen pontosan 5 hónapra, idén február és június között. Azok kaphatják meg ezt a mentességet, akik önkormányzati tulajdonú, vagy az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságtól bérelnek ingatlant, és ilyen értelemben élhetnek ezzel a lehetőséggel, feltéve, hogy ezeket a tevékenységeket már az ingatlanban november 4-én a veszélyhelyzet kihirdetésének napján is végezték. Néhány napja már ennek a vendéglátóhelynek az ajtajára is a nyitva felirat van kiragasztva. Az elmúlt hónapokban itt is éltek a bérleti díj kedvezmény lehetőségével. Nagy segítség volt ez számukra, noha a rezsiköltségeket továbbra is ugyanúgy ki kell gazdálkodniuk. Korábban teljesen zárva voltunk, de mivel nagyon elhúzódik ennek a újranyitásnak a lehetősége, ezért múlt héten úgy döntöttünk, hogy kinyitunk kizárólag elvitelre, egy kijárási korlátozáshoz igazodó nyitvatartással, és gyakorlatilag így szolgáljuk ki elvitelre kávéval és süteményekkel a vendégeinket. Jelentős a visszaesés, forgalom 10%-a körüli forgalmat tudunk realizálni, de mi már ennek is örülünk, mert a dolgozóink már most nagyon nem tudtak magukkal mit kezdeni, és emiatt szükség volt mindenképpen az újranyitásra. Nyíregyházán 77 bérlőt és 83 bérleményt érint a mentesség, amely megilleti azokat is, akik az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságtól bérelnek helyiséget. Több olyan egység is van ugyanakkor a városban, amelyek már előre befizették a bérleti díjat a június végéig tartó 5 hónapra. Nekik március 15-ig visszautalják az összeget.